A verejték luxusa. Abban, hogy felnőtt emberek estéről estére mások bőrébe bújva mutatják meg önmagukat, méghozzá életre, halálra, és mindezt más emberek egymás alatt, mellett, fölött üldögélve szenvedélyesen bámulják, önmagukat ismerve fel a játszó személyekben estéről estére. Nos, abban van valami gyönyörű képtelenség. A színházban. Amiképpen maga a csoda, hogy e tevékenység nem nagy, de nem is jelentéktelen hányadát még mindig művészetnek lehet nevezni. Én erről a hányadról beszélek. És arról, hogy egyre inkább ezt a képtelenséget tartom a színházművészet legfő hatóerejének. Azt, hogy megismételhetetlen, hogy atavisztikus, tehát örök. Azt, hogy már nem is lehetne, nem is kéne lennie, ki hazavihetné az egyetlen stúdió minőségű előadást DVD-n, és lejátszhatná a tűzfal nagyságú képernyőjén, ahányszor csak akarja, mégis ez a dolog, ez a közös lélegzet kifogyhatatlan. Nő, és leszárad, és újra nő. Időről időre megújul kőszínházon belül és kívül, hiszen szobában, pincében, rakétabázison bárhol lehet művészetet csinálni. És persze vacakot is bárhol, belül és kívül. De most ne a vacakról essék szó. Épületeket be lehet zárni. Előadásokat szét lehet hecpolitizálni. De a színházat, mint néző és színész áhítatos performanszát nem lehet megszüntetni. Minél kevésbé kéne lennie, annál jobban kell a színház. A személyesség, az egyszeriség minősége, varázsereje tartja meg, teszi nélkülözhetetlenné a földön, és jó esetben valamivel a föld fölött. Kell a színpadi húzat rebbenése a néző arcán, kell a por, a lámpahő és a verejték finom emberszaga. Kell a jelentő emberi test, melyet más testek megfeszítve figyelnek. Kell, de nem muszáj. A művészet luxus. Ezen belül luxus tehát a színház művészet is. E kijelentésben nincs semmi elitizmus, ettől nem kell tartani. És úgy gondolom, belátni sem oly nehéz. Igen, a színház luxus. Mint a nevetés, a sírás, a szappan, vagy a naplemente. Nélküle lehet élni. Csak érdemese.